egy csodálatos érzés, biztos, hogy az egyik legemlékezetesebb pillanat marad a pályafutásomból. Itt ebben a gyönyörű stadionban egy ilyen mérkőzésen betalálni, úgyhogy örülök, hogy így sikerült. Sajnán megint hibáztunk, ott a vitatott meccs, akkor megkaptuk a két balantőt, tehát most 5 perc belül vagy 6 perc belül megint két hiba. Sajnos, benne van a foci, nem fogok kritizálni a játékoson, soha itt a sajtó vagy a televízió. Ezt nekem egyszer meggondolni ezeket a hibát, javítani kell, majd is fogok. Gratulálni fogok. Gratulálni meg egyszer a Ferencváros, megetetek. Sehr, sehr gut in die Rückrunde gestartet. Wir haben jetzt drei schwere Spiele gehabt in einer Woche. Die Jungs haben auch in der zweiten Halbzeit immer noch was zum Gegensetzen gehabt. Wir sind topfit und ja, Franny ist wieder da. Nagyon örülünk, nagyon jó kezdődött a tavaszi forduló, a másik fél időben is lehetett látni, hogy a fiúknak, illetve a csapatnak még mindig volt ellenszerük, tudtak ellenállni, és úgy gondolom, hogy nagyon fittek is a fiúk, és a Frogy azt hiszem megint itt van. Visszatért. Én nagyon boldog vagyok, hogy itt ebben a tényleg csodálatos klubban játszhatom, és ezt nem azért mondom, hogy nem most itt vagyok, hanem ez tényleg így van, és egy nagyon jó társaságba kerültem, egy nagyon jó szakmai stáb kezel alatt dolgozhatok, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy ne külföldben gondolkodjak, hanem a pillanatot élvezve, és minden mérkőzésen, minden edzésen a lehető legjobb teljesítményt nyújtva ezt a bizalmat meg is hálájam. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht, viel cleverer. Und das war natürlich auch ein Schlüssel. Én már úgy gondolom, az első fél idő utolsó 20 percében és odafigyelve koncentráltan játszottunk. Az volt még az első fél időben a probléma, hogy igaz, hogy megnyertük a párharcokat, de röviden utána elveszítettük a labdát, és ezt a hibát sikerült kiküszöbölni a másik fél idő során. Ja, ansonsten habe ich zu den Jungs gesagt, wir können jedes Tempo gehen. Und, wir werden unsere Torchancen auch wieder haben. Wir müssen nur an uns glauben, positiv denken. Wir spielen zu Hause. Wir haben immer in der zweiten Halbzeit auch immer noch was zum Gegensetzen. Und ja, die Jungs haben das klasse umgesetzt. Und wir haben uns dann auch so einen kleinen Rausch reingespielt. Ich habe auf viele der Studenten gesagt, dass wir in der Jugend bármilyen Tempo játszhatunk, hogy mehetünk bármilyen Tempóba, vagy ki fognak alakulni a gólhelyzetek. Ha lesz még erőnk ellenállni a másik fél időben is, és gyakorlatilag így egy ilyen belehergelték magukat a fiúk a szünetben. Milyen érzés volt, hogy megszerezted első tétmeccs gólodat a Fradival, és az, hogy ez pont volt csapatod a Győr ellen történt meg? Ha nem a volt csapatom ellen szerzem a gólt, akkor is nagyon örültem volna, de így azért, ugye ez nekem ez egy presztízs mérkőzés volt, egy fontos mérkőzés. Nagyon akartuk a győzelmet, személy szerint én is, és úgy érzem, hogy végkézben tartottuk a mérkőzést, első és második fél időben is, és igazából ez azt igazolta, hogy be is igazolódott, mert sikerült 3-0-ra nyernünk. És ez mennyire motivált téged, hogy azért elég csúnyán fogadtak téged a győri szurkolók többször is, ugye voltak rigmusok felé. Nem foglalkoztam bele, azt mondanak, amit akarnak, igazából szülők joga azt gondolni, vagy azt mondani, hogy nem foglalkoztam bele igazából. Mit vársz a csapattól a szezonban? A csapattól először azt várom, hogy nyerjük meg a következő mérkőzést, és egyenlőre ennyi.